bármelyik fának a kivágása, az engedély köteles. Itt Fehérváron minden fát kivágnak. Rád is ez vár. Jönnek, gondolnak egyet, aztán átküldenek a Fa-Mennyországba. Biztos, hogy így lesz, mert megírták a Facebookon. Nem ilyen egyszerű, hogy csak úgy randomot ki lehet vágni egy fát is, mert engedélyköteles mindenképp. Ugye az összes közterületre ültetett fa, teljesen mindegy, hogy ki ültette annak idején, ez a város tulajdonában van. Ennek a felelőse ugye a jegyző, és azon belül pedig a környezetvédelmi irodához tartozik, és ugye ők bírálják el, hogy egyáltalán az a fa kivágható vagy sem. Hogyha egy fa baleset veszélyessé válik, mert hasadt a törzse például, vagy akkor ez egy nyomósok fa kivágásra. Aztán ezen kívül, hogyha előregedett, mondjuk nagyon korhat már a belseje, és ugye járdák vagy parkolók fölött van a fa, akkor ugye szintén baleset veszélyessé vált, tehát kivágásra érett már utána. De mondjuk ilyen lehet a beruházásoknál, mondjuk egy útépítés kapcsán, vagy egy parkolóépítés kapcsán, ahol szintén ilyen miatt kivágásra kerülhet, de azt szeretném mindjárt hozzátenni, hogy itt pótlási kötelezettség van, tehát ugye a hatóság megvizsgálja a szakemberekkel a fának a lombkorona értékét, és annak függvényében ugye új fák kerülnek majd előírásra, hogy mondjuk tételezzük fel egy 30 éves fa helyett legalább egy 6-8 fát kell biztosan ültetni. Na jó van, akkor lehet megúszott, haver.